Sok szeretettel köszöntöm a sajtó munkatársait mai sajtótájékoztatónkon, melynek témája Szijjártó mosdatja a Szerecsent. Mint ismeretes, a külgazdasági és külügyminiszter a napokban tartotta meg éves beszámolóját a Parlament Gazdasági Bizottsága előtt, ahol az akkumulátorgyárak is szóba kerültek, és ennek kapcsán az is szóba került, hogy több mint 19 ezer új munkahely létesült Magyarországon. Mi viszont a Mi Hazánk mozgalom úgy gondolja, hogy ez a 19 ezer munkahely ez nem a magyar embereknek lett elsősorban létrehozva, hiszen láthatjuk, ahogy a magyar kormány megpróbál külföldi munkaerőt az országba csábítani. Mi ezzel természetesen nem értünk egyet, és így szeretnénk arra reagálni, miszerint a külgazdasági és külügyminiszter úr szerint nem keverendő össze a délvidéken lövöldöző migráns a gazdasági vendégmunkással. Azt gondoljuk, hogy ez valóban más kategória, de hogyha mi szempontunkat próbáljuk meg figyelembe venni, akkor mi azt gondoljuk, hogy nekünk mindkét kategória ugyanaz, sőt, mi talán ide csapnánk a letelepedési kötvények által Magyarországra érkezett külföldieket is, akik 20 ezeren vannak, hiszen láthatjuk, hogy Európában, Nyugat-Európában egy lakosságcsere zajlik, láthatjuk, hogy a magyar kormány is ehhez asszisztál, láthattuk azokat a felméréseket, amik megmutatták, hogy Budapestnek bizonyos kerületeiben most már van olyan kerület, ahol több mint az egynegyede külföldi állampolgár az ott lakóknak, és azt gondoljuk, hogy ezek nagyon káros folyamatok. És hát ugye külgazdasági és külügyminiszter úr a gazdasági növekedéssel indokolta ennek szükségességét. Én viszont egy példával szeretnék élni, hiszen 1961-ben írta alá Németország és Törökország azt a gazdasági megállapodást, ami a német gazdasági fejlődéshez török vendégmunkásokat exportált az országba. Mára láthatjuk, hogy mi vált belőle, mi lett belőle, hiszen eltelt gyakorlatilag 62 év, és Berlinben tavalyi évben a leggyakoribb fiú keresztnév a Mohamed volt. Én azt gondolom, hogy Magyarországon mi nem szeretnénk ilyen jövőt, nekünk teljesen mindegy, hogy a déli határon ostromlóként lép be valaki Magyarországra, vendégmunkásként érkezik, aztán ragad itt nálunk, vagy éppen letelepedési kötvénnyel érkezik. Hogyha a magyar társadalmat higítja fel, és ez tömegesen történik, akkor azt gondolom, hogy a Mi Hazánk mozgalom egyedüli pártként azt mondja, hogy eddig és ne tovább, hiszen láthattuk, hogy a balliberális pártok is örömmel fogadják általában ezeket a vendégmunkásokat. A Fideszről nem is beszélve, hiszen telihordta gyakorlatilag az országot olyan keleti akkumulátorgyárakkal, melyeknek a kiszolgálásához feltétlen szükségeltetik majd a külföldi munkaerő, mivel Magyarországon jelen pillanatban munkaerő hiány van, hiszen a magyaroknak egy jelentős része, több százezer fő, az külföldön, Nyugat-Európában keresett munkát. Mi azt gondoljuk, hogy inkább őket kell hazahozni, a bevándorlásnak pedig bármilyen szinten folyjon, az gátat kell szabni.